Már heten vannak azon a listán, melyre Jászthagykon Szolnok megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltjei kerülnek. Február 19 étől lehetett felvenni azokat az éveket, amiken a jelöltek és a jelölő szervezetek megkezdhették az ajánlások gyűjtését. A jogszabály szerint 500 darab érvényes ajánlás szükséges ahhoz, hogy valakit nyilvántartásba vegyenek egy adott választókerületben. Ma a Választási Bizottság a Magyarországért Demokratikus Párt jelöltjét Vajon Rolandot 504, a Sportos és Egészséges Magyarországért Párt színeiben induló dr. Balogh Gábor Miklóst 521 és a Jobbik politikusát dr. Csikós Attilát 564 érvényes ajánlással nyilvántartásba vette. Az ajánlásokat egyébként a hegyválasztási iroda ellenőrzi, erre legfeljebb három nap áll rendelkezésre. Ezt követően, ha a bizottság is mindent rendben talál, hivatalosan is megtörténik a jelöltényilvánítás. nyilvánítás. Eddig összesen 49 jelölő szervezet, illetve jelölt igényelt ajánlóívet.